Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új Varj Velem videóban. Ma megmutatom nektek, hogy hogyan tudtok nagyon egyszerűen megvarni egy ilyen hajráfot, vagyis hogy tudtok valamilyen anyaggal behúzni egy hajráfot. Először is megmutatom, hogy mi mindenre lesz szükségetek a hajráf megvarrásához. Kelleni fog egy szabóoldó, egy mérőszalag, gombos tűk, természetesen szükségünk lesz az anyag színéhez illő cérnára is, és jól jön egy szabókréta is a jelölésekhez. Emellett ugyebár szükségünk lesz egy hajráfra, nézzetek körül, hogy van-e otthon ilyenetek, ha nincs, akkor vegyetek egy egyszerűbb típusút. Én úgy döntöttem, hogy egy kicsit szélesebbet használok, de ti nyugodtan használhatok keskenyebbet is, és akkor vatelinnal körbe tudjátok tekerni, vagy bele is dolgozhatjátok az anyagba. Ezen kívül szükségünk lesz egy szatén szalagra vagy ferdepántra, ki miért használ szívesen, ez ahhoz fog kelleni, hogy szép legyen a hajpánt vége. És mivel ezt a részt nem lehet olyan jól megvarni, ezért textilragasztó vagy ragasztópiszta is kelleni fog. Végül szükségünk lesz valamilyen anyagra, ezt tetszés szerint kiválaszthatjátok, én egy kicsit síkesebb anyagot választottam, egy szép kék színű sifonanyaggal fogok dolgozni. De ti alternatívaként használhattok taft anyagot, valamilyen bőrutánzatot, vagy például egy egyszerű pamut anyagot is, például ilyen szép kockás mintával, amelyik nektek tetszik. Az első lépésben kivágjuk az anyagunkat. Itt fontos, hogy milyen típusú anyaggal dolgozunk, és hogy szeretnénk dolgozni ezzel az anyaggal. Én ugyebár sifonanyaggal dolgozok, ami viszonylag átlátszó, ezért duplán szeretnék dolgozni az anyaggal. Ezért is hajtottam ezt most itt be, így az egészet egyszerre ki tudom vágni. Az anyag kivágásához legelőször meg kell mérnünk a hajpántunkat, azt a pontját kell megmérnünk, amely a legszélesebb, ez általában itt felül van. Nálam ez 2,5 cm, tehát körben összesen 5 cm anyagra lesz szükség. Oldalanként nyugodtan hozzászámolhatunk 1,5 cm varrásráhagyást, tehát nekem így összesen 8 cm széles anyagra lesz szükségem. Nálam ez a sifonanyag nem rugalmas, viszont rendkívül vékony, ezért én a kivágásnál végig ezzel a 8 cm-es hosszal számolok. A hajpánt keskenyebb részénél majd összeráncolom az anyagot, és utána rögzítem szaténszalaggal vagy ferdepánttal. Viszont ha ti vastagabb anyaggal dolgoztok, akkor itt lent nagyobb mennyiségű anyag fog összegyűlni, ugyanekkor a szélesség kivágásánál, ezért ebben az esetben azt javasolnám, hogy egy kicsit keskenyebbre vágjátok ki az anyag végeit. Viszont fontos, hogy ellenőrizzük, mennyire nyúlékony az anyag, mivel a keskenyebb részt is át kell húznunk a pánt legszélesebb részén, tehát erre figyeljetek. Ha viszont ti sifonanyaggal dolgoztok, akkor ez a 8 cm-es hossz végig megfelelő lesz egy ekkora hajpánthoz. És még meg kell mérnünk a hajpánt hosszát is, nálam ez a hossz 36 cm plusz 1 cm varrásráhagyás. Ezt is berajzolhatjuk, és utána már ki is vághatjuk az anyagunkat. Ha sikerült kivágnunk az anyagot, akkor elkezdhetjük megvarni, ehhez ezt a dupla anyagot most félbehajtom. Így, ahogy mutatom is, és ezt most itt végig megvarjuk. A következő lépésben pedig majd kifordítjuk. Ha sikerült megvarni és kifordítani az anyagot, akkor elkezdhetjük ráhúzni az anyagot a hajpántra. Ha úgy érzitek, hogy nektek túl egyszerűnek tűnik így a hajpánt kinézete, még akkor is, ha még egy csomót kötünk majd ide középre, akkor egy kis redőzéssel fel tudjuk dobni.
Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy ehelyett a varrat helyett összeráncoljuk az anyagot, és úgy varjuk meg. Tehát először varjuk végig az anyagot egy nagyobb öltés hosszal, anélkül, hogy elől és hátul lezárnánk a varratot. Ezután meg kell húznunk egy kicsit a felső vagy az alsó szálat, és utána pedig szépen össze kell csomóznunk a két szálat. Arról is készítek majd egyébként egy videót, hogy ezeket a redőket hogy lehet megvarni. Viszont ha a redőzést választjátok, akkor számoljatok azzal, hogy körülbelül másfélszeres, kétszeres anyaghosszra lesz szükségetek. Ha behúztátok az anyagba a hajpántot és rendben találjátok, akkor elkészíthetjük az anyagot a hajpánt közepén lévő csomóhoz is. Én már elő is készítettem, mert végül is ugyanúgy kell elkészíteni, mint ahogyan magára a fejpántra is készítettük az anyagot. Tehát két anyagdarabot egymásra tettem, kimértem az anyagot, ami azt jelenti, hogy ez most nálam egy kicsit keskenyebb lett. Utána kivágtam az anyagot, félbehajtottam, megvartam és utána kifordítottam. Ami eltér ennél az anyagnál, az az, hogy a két végét egy kicsit visszahajtottam, és le is vartam, de egyébként mindent ugyanúgy csináltam, mint az előbb is. És ezzel el is készültünk a díszcsomónak az anyagával. Ha ezzel megvagyunk, akkor már rá is tehetjük a hajpántra, alulról tegyük rá, a varrat belül legyen, hogy ne látszódjon, tegyünk rá egy csomót, húzzuk meg az anyagot úgy, hogy továbbra se látszódjon a varrat, és az anyag két végét vezessük lentre. Itt most két lehetőségünk van, vagy ide ragasztjuk ezeket az anyagvégeket textilragasztóval, vagy ragasztópisztollyal, vagy pedig kétszer-háromszor átmegyünk rajta kézi varrótűvel és cérnával, és ezzel már rögzítve is lesz. Végül már csak a hajpánt két végének lezárása maradt, ehhez megfogjuk az egyik oldalát, a felesleges anyagot szépen lehajtogatjuk, kívülre és belülre is hajthatjuk, az egyik dekoratívabb megoldás, a másik esetben pedig inkább elrejtjük ezt a részt. Ha behajtottuk úgy, ahogy nekünk tetszik, akkor a kilógó anyagvéget is behajthatjuk, és utána már jöhet is rá a szerdepánt vagy a szaténszalag. Ezzel kétszer-háromszor szorosan körbe tekerjük, hogy tartsa az anyagot. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor utána a szalag végét belülre odaragasszuk, vagy kézzel odavarjuk. Itt láthatjátok az elkészült hajpántot, vagy hajráfot. Azt kell, hogy mondjam, nekem tetszik a végeredmény. Mint a lenti lezáráshoz választhatunk akár egy szolidabb színt is, tehát az én esetemben egy világosabb, akár az anyag színével megegyező színű pántot, illetve ide a csomó helyére akár egy masnit is készíthetünk, vagy ahogy mondtam is, az anyagot akár össze is ráncolhatjuk, ahogy nektek tetszik. Vagy akár textilvirágot is varhatunk rá, erről is van egy videóm. Úgy készítsétek el, ahogy szeretnétek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor kattintsatok a tetszik gombra, és iratkozzatok fel a csatornára. Jó varrás, sziasztok!